Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit. Önkénteseket toboroznak a bátaszéki idősek ellátására. A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében november elején a város képviselőtestülete úgy döntött, bezárják a gondozási központot. Az idősek ellátása továbbra is működik, de segítségre van szüksége a dolgozóknak. Bezárták a bátaszéki gondozási központot. A rendkívüli jogrend kihirdetése előtt döntött arról a város képviselőtestülete, hogy az idősek és gondozóik egészségének óvása érdekében bezárják a gondozottak és látogatók előtt a központ ajtaját, viszont az idősek ellátása tovább folytatódik majd. Az elmúlt hetekben azért több alkalommal került arra sor, hogy megbetegedés volt a gondozási központ keretében működő idősek nappali ellátása a résztvevő időseink között, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy hétfői nappal egyelőre bizonytalan ideig, de a szolgáltatást felfüggesztjük ezen a területen. Fontos, hogy az időseink egészsége minél jobban védhető legyen, és hát ugye ennek egy zárt közösségben voltak, és hát sajnos bekövetkeztek már betegségek, és hát a gondozottaknak, a gondozóknak az egészsége is nagyon fontos, hiszen ők más területen is dolgoznak a gondozási központon belül, ezért hoztuk meg ezt a döntést. Viszont alkalmazkodnunk kell ehhez a feltételhez, ezért ettől függetlenül döntött a képviselőtestület arról, hogy egy ipari mosogatógépet szerzünk be az intézménynek, hiszen egyrészt a nappali ellátásban, másrészt a házi segítségnyújtásban résztvevők számára az étel kiszállítása zavartalanul fog folyni, viszont ezeket az edényeket most már extra higiéniai feltételekkel kell majd tisztán tartani. Ezt a célt fogja szolgálni ez a berendezés, igyekszünk minél gyorsabban beszerezni, hogy már napi szinten tudjuk alkalmazni. És hát, mint egy másfél évvel ezelőtt egy épület lebontásra került a gondozási központ nappali ellátásának udvarán, ami technikai és irodai feladatokat látott el. Úgy látjuk, hogy rövid időn belül nem tud egy új, teljesen új épület létrejönni, ezért ideiglenesen meg kell oldjuk, hogy ezeket a feladatokat épületen belül el lehessen látni. Ezért döntött arra a képviselőtestület, hogy egy ideiglenes épületet fogunk felállítani nagyon gyorsan az ingatlannak az udvarán, ahol egyrészt el tudjuk látni majd a dolgozók az adminisztrációs feladatokat, másrészt el tudják látni mindazokat a gondozottakhoz kapcsolódó higiéniai feladatokat, gondolok én tisztításokra, mosásokra, amelyek feltétlenül szükségesek az elkövetkezendő időszakban. A polgármester elmondta, hogy a gyors intézkedéseket segítette az is, hogy tavasszal már alkalmazniuk kellett ezt a módszert, így késztervekkel zökkenőmentesen folytathatják a munkát a szociális gondozók. Megfelelő szerződésekkel rendelkezünk, hogy az étel kiszállítását zavartalanul tudjuk biztosítani mindazoknak is, akik korábban az épületben fogyasztották el az ételt. Az elkövetkező időszakban fel fogjuk eleveníteni azokat a kapcsolatokat, és meg fogjuk keresni az érintetteket, akik segítséget nyújtottak tavasszal is a gondozottaknak az ellátásában. Tehát törekedni fogunk arra, hogy az idősek lehetőség szerint minél kevesebbet jöjjenek közösségbe, minél kevesebbet mozogjanak. Tehát amennyiben szükséges és igénylik, akkor bevásárlásokat fogunk részükre biztosítani. Ezeknek a szervezése az elkövetkezendő napokban meg fog történni. És hát kicsit vissza fogunk állni a tavaszi üzemmenetre. Bízunk benne, hogy ezzel hozzá tudunk járulni tényleg, hogy a vírus terjedés az lassuljon. Mindenképpen szeretnénk ismételten önkéntesek segítségét kérni, hiszen azért most egy másik évszakban megyünk be, kicsit még bonyolultabb és nehezebb lesz az ellátásnak a biztosítása. Számítunk az idősek gondozásában az önkéntesekre, illetve hát bízunk benne, hogy a családtagok is azért nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani az idősek részére. Aki szeretne segíteni és részt venni az önkéntes akcióban, hétköznapokon 9 és 11 óra között hívja a gondozási központ vezetékes telefonszámát, vagy jelentkezzen a 70 éven felüliek kukac@bataszek.ph.hu e-mail címen. A bátaszéki II. Géza gimnázium is úgy indult neki az évnek, hogy azt remélte, végig is tudja vinni azt. Sajnos, mint kiderült, a koronavírus járvány második hulláma ezt egyelőre nem teszi lehetővé.
Számítani lehetett az oktatási intézmények korlátozására, amikor az elmúlt hetekben drasztikusan megemelkedtek a koronavírus fertőzési kimutatások országszerte. Még akkor is, ha a Tolna megyei adatok messze lemaradtak a többi térség számaitól. Az online oktatás bevezetését, vagy a tantermen kívüli oktatás bevezetését november 11-től szerdától ugye rendelték el. Ez azt jelenti, hogy mi is természetesen átállunk 9. évfolyamtól a tantermen kívüli digitális oktatásra. Meg kell mondjam őszintén, hogy azért valamennyire lehetett erre számítani, tehát nem olyan váratlanul ért azért bennünket, mint ahogyan március 16-án, de azért nehéz helyzet elé állít ez mindenkit. Tehát láttuk a tavaszi digitális oktatásnak a tapasztalataiból is, hogy nem lehet olyan intenzíven tanítani, mint a tantermi oktatás keretében, és ezért a középiskolánál nagyon nagy a felelősség, hiszen mi azért érettségire készítünk. Most is éppen egy érettségi időszaknak, vizsgai időszaknak a kellős közepén vagyunk a szóbeli érettségi vizsgák előtt. Én azt gondolom, hogy a következő napok most arról szólnak, hogy magát az átállást azt előkészítjük, hogy a hétfői naptól, jövő hét hétfőtől teljes erőbedobással lehet már online módon tanítani, és hát nagyon bízunk abban, hogy az érettségi vizsgák és a járványügyi szabályoknak a betartásával azok simán le fognak menni. Sokan érettségiznek, ezek a gyerekek közül, előrehozott érettségiző gyerekek közül egyszer már halasztaniuk kellett, hiszen ők tavasszal nem érettségizhettek. Most is sajnos van olyan, aki karanténban volt az írásbeli alatt, tehát ő például dupla szóbelével tudja megcsinálni az érettségi vizsgáját, tehát számukra ez egy nagy katasztrófa lenne, hogyha most ezt eltörölnék, de hát én úgy gondolom, hogy ez a járványügyi szabályok betartásával simán meg fog történni. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy nehézség ez számunkra, hiszen tényleg pont az érettségi közepén az írásbeli ugye sikerült viszonylag a rendes kereteken belül megírni, bár tavaly szerettünk volna előrehozott érettségit írni. Most, hogy a szóbelivel mi lesz, ugye ez még nagy kérdés, és ez nagyon nagy nehézség a felkészülésbe is, hogy hogyan álljunk neki. Én úgy gondolom, hogy teljes erővel azon leszek, hogy tanulok, és minél jobban sikerüljön, reméljük, hogy meg lesz tartva. A pandémiás helyzet első hullám alatt tanulók 10 000-eit küldték haza, és kötelezték tantermen kívüli oktatásra. Már akkor többekben kikristályosodott a valódi szociális élet hiánya. Tanulók egy új nemzedéke fejlődött ki, akikben erős igényként él iskolába, közösségbe menni. Igen, ezzel én is így vagyok. Tehát először, amikor volt erről szó, hogy na most online oktatás, úgy gondolom, hogy mindenki úgy kicsit fellélegzett, hogy milyen könnyű lesz ez otthon, milyen jó lesz otthon. Most tegnap azért, ahogy körbenéztem a legtöbb emberem, már azt láttam, hogy szomorú. Én is nagyon szomorú voltam, nagyon rossz kor jött szerintem, pláne így végzősként, azért az érettségi évében kihagyni valamennyi időt. Ez a legrosszabb, ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy igazándiból mikor lesz vége, mikor jöhetünk újra rendesen, meddig tart ez az egész. Meglátjuk. Úgy látom, hogy a gyerekek is egy picit megdöbbentek, tehát azért a gyerek az szeret iskolába járni, hiszen szereti a közösséget, és azért a közösség hiányzik is neki. Én azt hiszem, hogy a gyerekek várják azt, hogy vége legyen ennek a zárlatnak, és újra tantermi oktatás formájában tudjanak tanulni. Csak találgathatunk, hogy visszaveti-e, és ha igen, hogyan veti vissza az embereket ez az időszak. Gyereket és nevelőt egyaránt. Az első hullámban szerzett tapasztalatok ugyanis még nem mutattak eredményt addig, amíg most újra haza kellett küldeni a diákokat. Én úgy gondolom, hogy ez részben személyfüggő, de ha mindkét oldalon megvan az igyekezet, tehát le van adva rendesen az anyag, és én úgy gondolom, hogy a tanárok maximálisan törekednek, és úgy gondolom, hogy mi diákok is igyekszünk a maximumot kihozni magunkból, akkor ennek lesz valamiféle foganatja, de nyilván van, akinek sokkal nehezebb online oktatásban tanulni, nekem is például. Nekem hiányozni fog az, hogy én itt legyek, hogy én figyeljek az órán, hogy bennüljek a tanteremben, és hogy én a tanárra tudjak koncentrálni. Én mondjuk egy otthoni környezetben, ahol mondjuk
reggel esetlegesen még az ember fel sem öltözik, csak egész nap pizsamában mászkál otthon a karantén alatt, abszolút lelazít, és sokkal nehezebb koncentrálni. Én is azok közé tartozom, akik úgy gondoljuk, hogy ebben az évben biztosan tantermen kívüli oktatás lesz, de nagyon bízunk abban, hogy a jövő év első napjait már tantermi oktatás formájában tudjuk kezdeni. Így múlik el a világ dicsősége, vagyis a bátaszéki foci csapat sikeredzője, Szőcs Lázár annak ellenére, hogy ebben a bajnokságon is jól szerepeltek, a napokban a nyilvánossággal nem megosztott belső öltözőbeli problémák miatt lemondott az edzői posztról. Utóda, a megye egyik legtapasztaltabb trénere, a szekszárdi Dózsa, valamikori meghatározó játékosa, Kalmár Ferenc lett, aki edzői pályafutása során több megyei első osztályú csapatnál is sikeresen tevékenykedett. Ezt a szériát szeretné folytatni Bátaszéken is. A váratlan edzőváltozás kategóriájába tartozik, ami a közeli napokban Bátaszéken történt a foci csapatnál. Szőcs Lázár helye a kispadon ugyanis abszolút stabilnak tűnt, hiszen munkájával elégedett volt a vezetés, és a vele újra a megye egyben élcsapattá váló bátaszéki játékosok is őt jelölték meg, mint a pozitív változások előidézőjét. Az új bajnokság is jól indult, a Bátaszék a dobogón volt, játékára nem lehetett panasz, noha az őszidény felfüggesztés előtt egy-egy nem várt vereség vagy pontvesztés azért becsúszott. A Magyar Kupában az idén is eljutott a csapat az országos főtáblára, és ott az első fordulóban tovább lépett a fehér gyarmat ellen. Az idén is fogadhatott egy fővárosi nagycsapatot, nevezetesen az MTK-t. Mégis a kulisszák mögött lehettek olyan konfliktusok, néhány játékos és az edző Szőcs Lázár között, aminek a vége az edző távozásához vezetett, miután a Bölcske elleni idegenben lejátszott 3-2-es bátaszéki vereséggel végződő mérkőzésen már az új edző Kalmár Ferenc dirigálta a csapatot. A 80-as évek és a 90-es évek elejének másodosztályú szekszárdjának meghatározó játékosát alig ha kell bemutatni megyei futballberkekben, hisz visszavonulása óta nem sokkal már edzőként számtalan tornamegyei csapatnál dolgozott. És most szabad edzőként azonnal elfogadta a hirtelenjében edző nélkül maradt bátaszékiek ajánlatát. Ismerem a játékosokat, nagyjából az 70-80%-át ismertem. Nagyon bízok benne, hogy rám fognak hallgatni, és azt fogják csinálni, amit megbeszélünk mérkőzés előtt. Szőcs Lázár eddigi munkáját respektálja az új edző, feltétlenül építés rá, bár lát olyan problémákat, amelyeket gyorsan meg kell szüntetni, ami a csapat egységére és eredményességére is az utóbbi fordulókban rossz hatással volt. Én úgy veszem észre, hogy a fiatalok kicsit el voltak engedve, nem azt csinálták, amit megbeszéltek mérkőzés előtt. Úgy látom, hogy kicsit keményebb kéz kell ide hozzájuk, akkor biztos vagyok benne, hogy jobban fognak szerepelni, úgy, mint régebben. A Lázi nagyon jó munkát végzett, igen, megtanította őket egy-két dologra, de én úgy gondolom, hogy erőlétileg, meg a hátulról való előrefele támadásokba, abba kell egy kicsit javulniuk, utána nem lesz gondjuk, szerintem. Az erőlétet a hosszú felkészülési időszakban lesz idő rendbehozni, még javítani is. Kalmár Ferenc egyébként elegendő erősségűnek tartja a mostani játékos állományt ahhoz, hogy tavasszal versenyben legyen a Bátaszék a bajnoki címért folytatott rendkívül kielezett küzdelemben. Bízok bele, hogy mindenki edzésre tud járni, minden a 18-19 játékos, akire számítok, és nagy versengés lesz a csapatba kerülése. Az új edző motivációjával abszolút nincs gond, mint hangsúlyozta, ő csak a bajnoki cím megszerzésével lenne igazán elégedett, ehhez egyelőre új igazolásokat nem tervez. A Bátaszékről Bátára tartó, egykori vasúti töltésnek épülő útvonal megtisztítására pályáznak most a Városüzemeltetési Iroda munkatársai. A klíma és természetvédelmi akcióterv keretein belül induló Tisztítsuk meg az országot elnevezési projekt erre most lehetőséget is adhat. Bátaszéken nagyon régóta húzódó probléma, hogy a külterületi utakra és az úgynevezett nem útművelési ág alatt lévő ingatlanokra hordják ki a háztartási hulladékot és építési törmeléket.
Miközben ugye már nagyon régóta működik a hulladékudvar, és én azt gondolom, hogy jó néhány esetben még közelebb is lenne az a hulladék lerakóhely, mint hogy külterületre rossz útviszonyok között kihordja bárki is ezt a saját magánál keletkezett hulladékot. A város gyakorlatilag csak kamerák kihelyezésével és a polgárőrök segítségével tudja felvenni a harcot az illegális szemetelőkkel szemben. A védekezés a kamerák működésének köszönhetően hatékonynak mondható, illetve több védség is rendőrségi nyomozati szakaszba juthatott az elmúlt időszakban. Ám a célok ennél messzebbre mutatnak. Az önkormányzat pályázni kíván most a önkormányzati tulajdonú területnek a hulladékmentesítésére, amit ugye illegálisan raktak le a szemetelők, és ennek köszönhetően egy majdnem 4 kilométeres szakasz kerül megtisztításra itt a januári időszakban, de nyilván addig se hordjanak ide az állampolgárok szemetet azzal, hogy mi ezt úgyis mentesítjük a hulladék alól, hanem a meglévő hulladékot mértük föl, és ezt kívánjuk gyakorlatilag engedéllyel rendelkező fuvarossal, illetve szállítóeszközzel elszállítani az engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. A város minden évben szervez szemétszedést, és ebben valóban nagyon sok civil részt is vesz. Sok-sok zsák szemetet szednek ilyenkor össze, viszont ezek az akciók inkább csak a város belterületeire koncentrálnak. Most egy 4 kilométeres szakasz szabadítanának meg a hulladéktól. Ezzel, hogy a pályázat keretében összeszedjük, összegyűjtjük és elszállítatjuk a szemetet, bízunk abban, hogy itt az állampolgárok is jogkövető magatartást fognak folytatni, és ezen kívül is kamerákkal fogjuk ellátni a területet, illetve a polgárőrség is még nagyobb figyelmet fog erre a terület részre fordítani, és nyilván a többi területre is, hogyha ez már megfigyelés alatt van, akkor a többi helyre se hordják ki a hulladékot. Ott van ennek a megfelelő helye a hulladék udvarban. Sikeres pályázat esetén február végéig kell teljesíteni a szemétszedési akciót. Új intézkedéseket hoztak Bátaszéken is a járvány elkerülése érdekében. Bezártak a kulturális intézmények, a tanuszoda és a városi sportcsarnok is, csak a versenysportolókat és a testnevelés órán résztvevő diákokat fogadja. A hivatal életében is változások lesznek. A maszk használatot ugyan nem tudja kötelezővé tenni a 6300 fős város polgármestere, de mindenkinek ajánlja. A november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében újabb óvintézkedéseket kellett hozni a településeknek, városoknak. Bátaszék polgármestere is több rendelkezést hozott a járvány megfékezése érdekében. A Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Keresztül Gyula Városi Könyvtár, a Tájház, illetve a Városi Tanuszoda keddi naptól már nem fogad látogatókat. Alapvetően háttérben a munkálatok majd folynak, de már nem közönség számára nem állnak nyitva a lehetőségek ezekben az intézményekben. A Vicce János városi sportpályánkon csak a versenysport megengedett. Szabadidő eltöltése szempontjából csak az egyéni sportolási lehetőségekre van lehetőség, tehát ha valakinek kedve van futni, természetesen megközelítheti a pályát, de csoportos sportolási lehetőségekre már nincs lehetőség. A Kalász János Városi Sportcsarnokot is csökkentett üzemmódban működtetjük, hiszen az iskolai testnevelési órák kivételével a Bátaszéki Sportegyesület igazolt sportolói edzésekre látogathatják, de már tömegsport szinten nem használható a sportcsarnok a keddi naptól. Sajnos a vírus következtében ugye rendezvények megtartására már nem lesz lehetőség, független attól, hogy jelen pillanatban 30 napra szól a korlátozás, de úgy ítéljük meg, hogy egyrészt a szervezési feladatok tekintetében, meg a kockázatok csökkentése tekintetében, ha nem lesz hosszabbítás, akkor sem tartunk rendezvényeket, így elmarad a 70 éven felüli a karácsonyi ünnepsége, elmarad az adventi forgatag nevű karácsonyi összejövetelünk, és hát sajnos el fog maradni a Fiatalok a Városért évvégi zárófogadás is. Hát reméljük, hogy tényleg ez az utolsó alkalom volt, és az jövőre már ezeket az ünnepeket személyesen tudjuk együtt megünnepelni. A polgármesteri hivatal működésében is változásokra lehet számítani.
csökkentettebb ügyfélfogadással állunk a bátaszékiek rendelkezésére, csak hétfőn délelőtt, illetve szerdán délután van lehetőség személyesen ügyeket intézni. Kérjük a városlakókat, hogy lehetőség szerint telefonon vagy előzetes időpont egyeztetéssel keressék fel hivatalunkat az ügyeik intézése érdekében. A hivatalban tervezzük egyébként, hogy váltott időszakban home office-t fogunk bevezetni, az az úgynevezett A7 lesz, illetve B7, azért, hogy a folyamatos jelenlétet és adott esetben az ügyfelek kiszolgálását azért meg tudjuk személyesen oldani, de csökkentsük a személyes találkozásokkal a vírus terjedését. Közterületeken, közösség előtt nyitváló tereken nem lehet gyülekezni, nem lehet rendezvényt tartani. Ennek megfelelően Bátaszéken egyetlen egy rendezvény sem kerül megtartásra az év hátralevő részében. Ezt egy kicsit sajnáljuk, de tudomásul vesszük, hogy a vírus elleni védekezésnek ez is egy fontos eszköze lehet. A maszk használatra vonatkozóan 10 000 fölötti településeknek van lehetősége arra, hogy helyben további korlátozó intézkedéseket hozzanak. Bátaszéken, mivel mi 6300-an vagyunk, így erre nem kaptunk felhatalmazást, de felhívjuk a városlakók figyelmét, hogy a saját és embertársaink egészsége érdekében lehetőleg minél több helyen használjanak maszkot, így városi piacon, vagy adott esetben akkor, amikor mondjuk az iskola előtt várják a gyermekeiket, annak érdekében, hogy a vírus terjedését lehessen egy kicsit gátolni. Pozsolik Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy a játszótereket használhatják a családok, de figyeljenek oda arra, hogy a külön háztartásban élők tartsák meg a védőtávolságot. Fontos, hogy itt is elkerüljék a csoportosulást. Ezen kívül, mivel az amatőr tömegsportok tiltottak, az itt lévő kosárpályát és focipályát is tilos használni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!